Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön, hogyan játszunk Ashe-sel. Ugyanis aki nézte, aki nem nézte, ugye a devstreamben kiderült, hogy és miként fog működni az Ashe. Ultián nem fognak változtatni, csak annyit, amit a devstreamben lehetett megtudni, hogy kijelölheted magadnak, hogy milyen ellenfelekre ugorjon rá az Ashe, hogy milyen formátumban valósítják ezt meg, amely még kiderült, de ugye ott mutatta a gameplay-eket, és akkor az Ashe ugyanúgy ugrál, tehát még mindig hatalmas ilyen rocket science és NASA űrkutatási tudomány kell hozzá ahhoz, hogy az Ashe-sel megnyerje minden játékot, tehát le kell nyomd a 4-es gombot. Úgyhogy jöjjön, hogyan játszunk Ashe-sel. Amire rá fogok fókuszálni az a magyarázat és a hogy mondjam, az a kis lényegi része, amitől az Ashe-nek a modolása, tehát olyan, amilyen az én esetemben, aztán innentől kezdve te úgy modolod az Ashe-et, ahogy neked jól esik, és az a te dolgod és a te játék stílusod. Egy-két dologra, hogy szoktam, felhívom a figyelmet, hogy mit, mire érdemes figyelni, de ha jöjjön, akkor a lényeg, ott van ember seggen. Meg volt a lényeg. Hogyan játszunk Ashe-sel? Szóval ez lesz a nagyszerű dolog benne. Három modolást mutatok meg rögtön most itt az elején, és mindenki eldönti magának, mit tetszik, de alaposan igyekszem végigmenni az egészen. Tehát a három modolás, vagy leállítod a videót, ha neki tetszik, ez az első, ez a második, és egy Ninja Ashe, ez a harmadik. Most ezek azok a modolások, amiket használok jelenleg. Na most mindegyikről jön egy magyarázat. Attól függetlenül, hogy ezek a modolások itt vannak, még szeretnék egyet megmutatni. Az Ashe Prime helmetben nekem van egy Arcane Trickery, még kezdetleges, de ott van, és ahhoz képest bekapcsol, és azon kívül még használok egy másik Arcane Trickerit, bocsánat, még aztán egy másik Arcane Trickerit, még Sziandana van rajta, ez, igen. Szóval még használok a Sziandanájába is egy Arcane Trickerit, ami fullos, tehát egy fullos Arcane Trickeri, ha megtalálom azt a Sziandanáját, itt van, tehát egy fullos Arcane Trickerit használok. Nagyon gyakran kapcsolnak be az Arcane Trickerig, finisherek esetén is, mivel az Ashe ultival finishel, így aztán Arcane Trickerig fontosan be van kapcsolva. Ha nem az egyik, akkor a másik. Viszont eljön az a pillanat, amikor már az Arcane Trickerig sem fog mindig bekapcsolni, mert az Ashe nem képes mindenkit leszúrni egy szúrással. Lehet, hogy a mostani Warframe-ben a modolás, amit mutatni fogok, tök fölöslegesen OP, vagy nem tudom, minek hívjátok, vagy tök fősleges így modolni, mert a mai Warframe-ben mindegy, hogy modolsz, az jó, mert csak beleraksz modokat, de annó még ezelőtt egy hatalmas patch-el még volt értelme gondolkodni a modolásokon, hogy hogyan bírják minél tovább a karakterek. És most jön Ashe, ahogy én látom, ahogy én bírom. Tehát az első modolás lényeg, amit látjátok, 178-as erő, ez a 178 erő, ez mozoghat 150 és 200 plusz között. Tehát az erő, ha belövöd 200 plusz, illetve 150 és 200 plusz között, az új rendben van. Amire itt szeretném felhívni a figyelmet, mivel egy idő után nem kapcsol be az Ashe-nek az Arcane Trickerije, hiába van, hiába nincs, nem fog mindig bekapcsolni, én ezért hagyok egy minimális időt. Ez egy ultira kihúzott Ashe, tehát hatalmas NASA űrtudományi kutatások kellettek ahhoz, hogy megfejtsük az Ashe-nek a képességét, megnyomtam a 4-est és működött, és hagytam egy kis időt, hogyha nem kapcsol be a trickeri, vész esetén el tudja tűnni arra 3 másodpercre, amíg tart. Hosszú időnek számít. Maximális effektivitás, és mint látjátok, nincs flow. Azért nincs flow, mert Zenurik iskolát használok, és csak is Zenurik iskolát Ashe-sel. Energiatöltés 2 ulti között fúra. Ezért szeretjük a Zenurikot. Nos, ugye maximális effektivitás, de range, én nem vagyok nagy range hívő, Ashe-nél nem is őt használom XP-zésre, kinek mi a favoritja, tudom, hogy vannak range-es Ashe-ek, nálam nem menő a range-es Ashe. Így ez egy ultira kihúzott Ashe, ami nagyon-nagyon sokáig bírja akárhol. És akkor most jöjjön ez a modolás, amit mutattam, és kérdeztetitek, hogy mi a francér, mutattam, mert elmentem a szimulakrumba, és elkezdtem tesztelni, hogy hol van az Ashe-nek a
határai. Mi az az ellenfél, amit egyetlen egy ütéssel lelő, vagy leöl, vagy bocsánat, egyetlen egy ugrással lelő, és mi az a határ, ahol még nem öl egyetlen szúrással. És arra következtetésre jutottam, mikor már olyan kemény ellenfelek jönnek, mondjuk, mint a Heavy Gunner Eximusok, és 130-as szinten vannak, tehát akkor már mindegy kategóriába esik, de tényleg mindegy kategóriába esik, hogy 244 erőd van, vagy éppen 178, vagy 150, vagy 200 plusz erőd van, mindegy melyik kategóriába esik az erő skálád, ugyanúgy kettőször fog ráugrani az ellenfélre. Függ az ellenfél fajtájától, de mindegy, hogy 150 plusz, vagy 240, vagy 200 plusz, ha ezen a skálán mozog az erőd, eljön az a szint, ahonnan az S már kétszer fog ráugrálni az ellenfélre. A további szintek meg nem számítanak, mert kurva sokszor fog ráugrani egy ellenfélre, így is, mert nem bírja majd leölni. Tehát eljön az a szint az ellenfeleknél, amikor kettőször ugrik rá az ellenfélre, és az már mindegy, hogy 150 plusz vagy 200 plusz erő, mert így is, úgyis annyi élete van az ellenfélnek, hogy kétszer kell ráugrania. Mindegy, hogy a Power Strength 244 vagy 178. Ugye remélem, hogy érthető, hogy mit mondott. Tehát a kísérletezésre addig mentem, hogy rájöttem, hogy nincs szükség full erőre kihullott esre. Tehát elég a 150 pluszos erő, mert a 200-as ellenfelet így se úgy se öli meg, de a 150-60-as ellenfelekre kétszer fog ráugrani, és bőven elég. Tehát, hogyha 350-es erőt tudnál belőle kihozni, akkor frankon fasza, tehát akkor tökéletes, mert akkor 200-as szintig, vagy 200 pluszig egy ugrással meölne mindenkit, de mivel hogy nem lehet, így aztán a 150 plusz, illetve 200 plusz között lévő skálán, mikor elér arra a szintre, akkor kétszer ugrik rá, így is, úgy is az ellenfélre. Tehát erre jutottam a kísérletezés során, ezért nekem ez a fő buildem, ezért nem viszek 200 pluszos est, mert fölösleges, és ugye ahhoz már valami a másféle modot kéne belerakni. Tehát ez nálam az elmélet, és ezzel megőrzem a maximális effektivitást, és megfelelően erős vagyok arra, hogy nagyon-nagyon magas szintekig el tudjak jutni. Hogyha a helmetembe kifullozom az Arcane Triggerit, akkor lecserélem egy Arcane Guardianre, ami több armort ad a sziandalámat. Most is megtehetem, ugye, de minek? És akkor armor is lesz, és láthatatlanság is lesz, és mindenki frankó. Szóval a három kombináció, a Zenurig, az Arcane Triggeri, és ennek a modolásnak a hármas kombináció az első nálam Fuck Me túlélési képességgel bír. Nem beszélve, hogy nincs benne forma, tehát nincs benne forma, és ez lényegesen sokat jelent ebben a szempontban. Ha raknék bele még egy formát, akkor a Power Driftet is ki tudnám fullozni. Még erősebb lenne, de minek? Ennyi erőben mehetne benne a Cunning Drift, és vagy bármelyik drift mód, amelyik jól esik. Beszélgessünk a Ninja S-ről. A Ninja S-nek ugye idő kell, nem tudom miért szeretitek a Ninja S-t, a láthatatlan S biztos menőbb, mint a Loki, de a Loki-nál kibalanszoltabb karakter nincs a Warframe-be. A legjobb, az egyik legjobb karakter, főleg stealth mission-ökre, tehát az S fasza, de nem olyan fasza című történet a láthatatlanság szempontjából. Na most, a Smoke Shadow benne van, hát ha vannak társaim, ott vannak a közelben, legyenek már láthatatlanok ők is, 8 másodperc, és tök jó, semmi extra, bármi más rakhatnék ide. Tehát egyszer leformázás rakhatnék Constitution, tehát akár a tök mindegy, hogy mit csinálsz. Itt már van Flow, azért van Flow, mert sose tudja, mikor üt ki a pánik, van némi erőm, le tudom darálni a környéket, és megyek tovább láthatatlanságba, vagyok 160-as FU-vel. Megint csak a range 98% a Narrow-minded miatt, ugye stretch-en rákombinálva a kettőt, megőrzöm azt a 100% környékét, vagy 100%-ot, kinek hogy vannak a módjai kihúzva, és boldogan el vagy az S-sel. Időd van, effektivitásod van, némi erőd van, hogyha pánik lenne, és el van intézve a dolog. Ennyi S-nek a trükkje, úgy gondolom, hogy tehát ez a gondolatmenet volt mögötte, amikor elkezdtem tesztelni az est, és mint mondtam, ez a 178 és 200 plusz erő között különbség
dönti el azt, hogy mi sokan mondjátok, hogy erős, 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 úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell az erős, de nem kell 200 fölé menni, sokkal hasznosabb modokat is bele lehet tenni, ahelyett, hogy 200 fölé menjünk az erővel, mert fölösleges, ha csak nem tudsz 300%-os erőt kihozni belőle, akkor fölösleges 200 pluszra menni, elég a 150 pluszra is az erő szempontjából. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmet, ha tetszettek a videók, még több Warframe a csatornámon, Facebookomon, ráadásul még ott is van egy csomó Warframe. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!